Krimi, rejtély, nyomozás. A Nyíregyházi Józsa András Múzeum izgalmas témára fűzte a Múzeumok Éjszakája idei programjait. Lebilincselő interaktív játékok, előadások várják a vendégeket. A kálai gyűjteménybe érkezők az illúzió világába csöppenhetnek. Itt Rodolfóról, a legendás bűvészről szóló kiállítással kápráztatnak a szervezők. A két intézmény a szombati rendezvényen egy jeggyel látogatható. Érdekfeszítő időszaki tárlat és szórakoztató koncertek is lesznek. A megyeszékhelyen délután 5 órától hajnali 2-ig tartanak a rendezvények. Van egy olyan nagyon szép kiállításuk is, egy állandó, most itt a november 14-ig itt lévő kiállítás, amely a magyar honfoglalásról szól, egy olyan interaktív kiállítás, amiben a gyerekek nagyon sokat tanulhatnak, nyomkodhatnak, használhatják a kezüket, és a kis buksiukat is, van itt egy nagy jurta is, egy nagyon nagy kivitelben, ami megmutatja, hogy hol éltek az őseink. Meg hát lesz itt zenetánc. Máté Szalkán, a Szalkai Schwarz ház ünnepélyes megnyitójával indul a programkavalkád. A Tony Curtis kávéház, illetve emlékkiállítás Magyarország első villamosított lakóházában, a villamosítás történeti kiállítás, illetve egy baba kiállítás. Hát ezzel nyitjuk a Múzeumok Éjszakáját, de mellette a Szatmári Múzeumban, ami szemben van ezzel az épülettel, ott további képzőszeti kiállítások nyílnak, Dépap Sándornak és Vígottó kiállítása, valamint zenei programok, bábszínház gyerekeknek, operett, komoly zenei koncert, illetve könnyű zenei koncertek zárják. Ezen kívül még természetesen hozzá kapcsolódó gasztronómia, népi játékok és minden egyéb, ami ehhez köthető. Vásáros Naményban is valamennyi korosztály számára izgalmas programokat kínálnak a szervezők. A Beregi Múzeumban bábelőadás, rendhagyó történelemóra, viseletbemutató, szórakoztató előadások is várják a környékbelieket. A zenei kínálat mellett a gasztronómia itt is nagy hangsúlyt kap majd. Beregi népi ételekkel fogadjuk a látogatókat az est folyamán, és itt szintén kapunk segítséget, hiszen felvidéki szakácsok, felvidéki gasztronómusok is csatlakoznak hozzánk. A Nyírbátori Bátori István Múzeum 2009 óta minden évben színes programokkal csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz. Idén a közelgő felújítás miatt múzeumi búcsúztatóra várják a kultúra szerelmeseit. 18 órától egy hagyományos múzeumi bejárásra invitáljuk a kedves állátogatókat, illetve 19:30-tól egy hangulatos tárlatvezetéssel búcsúzásra hívjuk a vendégeket a állandó kiállításainktól. A Múzeumok Éjszakája idei rendezvényeire valamennyi helyszínen kizárólag védettségi és személyi igazolvány együttes felmutatásával lehet belépni. A maszk használat beltérben ajánlott. A kulturális programok az egészségügyi dolgozók számára megfelelő igazolvány felmutatásával ingyenesen látogathatók.